Ezek a felvételek a hét elején készültek a Sóstóhegyi vasúti átjárótól és így az Eszterlánc óvodától pár méterre rakták le ezt a hulladék kupacot. A kamionnyi szemét az itt élőket és dolgozókat is zavarta, vélhetően lomtalanítás után összegyűjtött hulladék, használt darabok, ruha ruhaneműk, vödrök és ágymatrac is volt a lomok között. A szemét csúfítja és károsítja a környezetet. A Sóstóhegyi eset visszavisszatérő jelenség. Ez minden évben így van. Tehát ezt minden évben megcsinálják, nem tudjuk, hogy miért. Tehát zavarja az embereket, főleg itt én azt mondom, az óra itt van 5 méterre. Tehát a kaputól szülők, a gyerekek ezt látják minden reggel. Pedig az illegális hulladék sem olcsó, mondják a szakemberek. A lomot szállítani kell olykor bérelt járművel több kilométerre, hiszen a tapasztalat azt mutatja, legtöbbször külterületi utaknál pakolják le a szemetet. Szabolcsat már Bereg megyében ingyenesen is megszabadulhatnak a többlet szeméttől az emberek, tájékoztatta televíziónkat a Nyírvévé közterület fenntartási iroda vezetője. János elmondta, szelektív szigetek is vannak, valamint a hulladékudvarok bizonyos mennyiségig ingyen fogadják a szemetet, márciustól pedig valamennyi településen tavaszi lomtalanításokat szerveznek. Az illegális hulladéklerakások azonban plusz munkát és költséget jelentenek a településeknek. Társaságunk 2016-ban közel 180 tonna illegális hulladékot gyűjtött be, illetve szállított el a megsemmisítő helyre. Ez közel 2 millió forintos költséget jelentett nekünk, amire nyilván még a szállítás, illetve a rakodási költségek is rájönnek. A Sóstóhegyi szemétkupac egy nap alatt eltűnt, azt is elszállították, a lomok között azonban sokszor találnak papírokat, iratokat, amik alapján lebukhat a hulladék tulajdonosa. Elsősorban el kell szállítani a területről a hulladékot, ez azt jelenti, hogy össze kell takarítani, egy mérlegjegyel kell igazolnia azt, hogy azt arra illetékes szervnek átadta, illetve a közterületfelügyelet egy külön eljárás során kiszabja a megfelelő pénzbüntetést. A hulladék lerakással kapcsolatosan érdemes tudni, hogy a következő napokban több helyszínen lesz tavaszi lomtalanítás. Március 9-én Kisteleki szőlőben, 10-én szintén Kisteleki szőlőben, valamint Nyírjesen és Nagyszálláson, 13-án Tisza Nagyfaluban, Beszterecen és Kéken, 14-én Kedden pedig Gáva Vencsellőn. Ezeken a napokon a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos lomhulladékot szállítja el az illetékes közszolgáltató.